Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora november 7-én hétfőn. Egészségügyi témákkal foglalkozunk ma. Tudták, hogy Tiszadobon rendel az év házi orvosa? Nemrég kapott kitüntető díjat dr. Szerényi Nikolett, akivel hamarosan megismerkedhetnek önök is. Lássuk a mai kínálatot. Tanácskozás, egészségügyi szimulációs konferenciát rendeztek Nyíregyházán. Az év házi orvosa, a tiszadobi doktornő nyerte el a kitüntető címet. Egészségügyi szimulációs konferenciát rendeztek nemrég Nyíregyházán. A szakmai programban együttműködött a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara és a Megyei Kórház vendégeim, Gerbriné dr. Éles Krisztina, az Egészségtudományi Kar ápolási és szülésznői tanszékének adjunktusa, valamint dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Jó estét kívánok mindannyiuknak, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Elég tudományosan, kicsit olyan science fiction-en hangzik az, hogy egészségügyi szimulációs konferencia. Mit jelent ez pontosan? Mit szimulálnak? Mit takar ez a program? Igazából a programot azért hoztuk létre, hogy megismerjük az egészségügyi képzést folytató egyetemeken, illetve a kórházakban a már működő szimulációs oktatásnak a módszereit, milyen tapasztalatok gyűltek már össze, és milyen távlatok nyílhatnak még meg a jövőben, hogyan lehet az oktatást tovább fejleszteni. A szimulációs oktatás tulajdonképpen egy hidat képez az elméleti oktatás és a kórházi gyakorlat között. Tehát a hallgatók itt tudnak gyakorolni nem élő embereken, hanem adott esetben bábukon. Igen, olyan bábukon, akik előre be vannak programozva, vannak szenáriók és élettani, illetve szövődményes eseteket tudnak gyakorolni. Hát lényegében egy védett körülmény között. A kórháznak miért fontos az, hogy ilyen jellegű programok indulnak Nyíregyházán? Ugye először is nagy örömünkre szolgált, hogy abban az országos programban, ami Magyarországon elindult, ami azt jelentette, hogy 3 vidéki egyetemi centrumban és 16 megyei intézményben valósult meg ezeknek a skill készséglaboroknak a fejlesztése, kialakítása. Mi is részt vehettünk és bekerültünk ebbe a programba. Ennek eredményeképpen jelenleg egy rendkívül modern, nagyon sok gép és műszert tartalmazó felvonultató laboratóriumunk van. A gépek, műszerek összérték olyan 350 millió forint, ami a kórházba érkezett. És ugye a kérdésre a válaszom az, hogy ahogy már az előbb részben elhangzott, ez egy új lehetőség. A magyar oktatásban nagyon erős az elméleti képzés, ezt mindenki tudja. Talán van hová javulnunk a gyakorlati képzés terén, összetett okok miatt. És ezek a készségfejlesztő laboratóriumok pont ezt a lehetőséget adják a főiskolán, egyetemen a hallgatóknak, az intézményben, a kezdőorvosoknak, de nem csak a kezdőorvosoknak, mert hihetetlen magas szintű, élethű szenáriókat lehetővé tevő programokkal dolgozunk, ahol a kezdők el tudnak indulni és egy készséget ki tudnak alakítani, de nem csak a kezdők, hanem akik már valahol bármelyik szakmába eljutott egy bizonyos szintre, ezeket a készségeit, a műfogásokat, a profizmusát tudja tovább fejleszteni, gyakorolni, és nyilván bármennyi órában, bármennyi időben, amennyi rendelkezésre áll, nem kell hozzá effektíve ugye élő beteg, akin tudna majd szintén gyakorolni. Nyilván van olyan helyzet, amikor éppen nincsen olyan beteg, vagy nincsen olyan állapotban egy beteg, hogy lehessen rajta gyakorolni, még ha ez rossz szó is, akkor itt van ez a lehetőség is. Természetesen a betegeknél és az oktatások szigorú felügyelet mellett, a profi szakorvosok, vezetők mellett történik, azaz megnyugtatok mindenkit, nyilván a betegek számára ez nem jelent kifejezett ilyen veszélyt, de nyilvánvaló sokkal jobb, hogyha már ezeket a készségeket először egy művi körülmények között, eszközökön, babákon, ahogy ön is említette, készülékeken gyakorolják be, és az itt már megszerzett alaptudásokat finomítják természetesen, mert ez a skill labor, az itt megszerzett tudás nem helyettesíti természetesen a valós életben, a valós betegen végzett beavatkozások, ami picit mindig más. Milyen képzéseken tudják önök alkalmazni ezt, gondolom, ápolók képzésében, mentőtisztek képzésében, hol pontosan? Igen, az ápolási és betegellátási alapszakon minden képzésben, tehát a szülésznők képzésében, külön van egy szülőnőnk, a Lucina szimulátor, az ápolók képzésében, a kiterjesztett hatáskörű ápolók, tehát már az egyetemi ápolók képzésben is tudjuk, a mentőtiszteknél, illetve az infotechnológiai részét, a szenárióírást, a robotika részét, az egészségügyi ügyvitel szervező szakirányon is tudják használni. Eddig ez hogy ment? Hogy tudtak gyakorolni a hallgatók?
Vannak olyan eszközeink, amelyek szimulációs eszközök, de még nem ilyen magas valósághűségű szimulációt biztosítanak, tehát közepes és alacsony valósághűségű szimulátorokkal demonstrációs termekben eddig is folyt a gyakorlat, de ezek a babák, bábuk nem adtak visszajelzést, nem volt ilyen leírva egy-egy szenárióban, hogy ha egy lépést megcsinál, akkor folytathatja tovább a feladatot, értékelésre nem úgy volt lehetőség, nem volt egy ilyen számítógép által programozott, lényegében magas valósághűségű eszközünk, és itt eddig mi helyettesítettük lényegében. Szituációs játékok eddig is voltak, szerepjátékokat is a hallgatók játszották el, vagy mi, mint oktatók játszottuk el a beteget, és nekünk adtak tanácsot, velünk kommunikáltak a hallgatók. A mentőtisztek oktatásában már egész régóta alkalmazzák a Metimen eszközt, az már egy ilyen egész jó szimulációs eszköz volt, amióta a képzésük elindult, azóta ezen tanultak a mentőtisztek és vizsgáztak is, tehát már a 90-es évek elejétől. Jó sok ez a konferencia, azt jelenti, hogy most is nyílt meg a labor, tehát mostantól lehet majd ezeken a modern eszközökön gyakorolni? Igazából márciusban alakult meg a szimulációs munkacsoport a karon, és akkor kezdtük el a terveinknek az átgondolását, hogy melyik tantárgy az, amiben és hogyan tudjuk beépíteni a szimulációs oktatást, és még folyamatban vannak az apróbb eszközbeszerzések, de ahhoz, hogy elinduljunk, ahhoz már márciusban megvoltak az eszközeink, és el is kezdtük az oktatást. Arra számít főigazgató úr, hogy magasabb tudással érkezhetnek majd a megyei kórházakba azok a hallgatók, fiatalok, akik esetleg már használták ezt a skill labort? Mindenképpen, illetve hát ahogy ez az első szimulációs konferencia lezajlott az egészségtudományi karon, és reméljük ez hagyományteremtő lesz, és beszéltünk is róla a konferencián, hogy jövőre még több tapasztalatot tudunk már majd egymással megosztani. A konferencia keretein belül egyeztetve az egészségtudományi kar vezetőségével már az elkövetkező hetekben elkezdjük az egyeztetést az egyetem és a megyei kórház között, mert ugye most az, amiről már szó volt, az látszik, hogy van két nagyszerű laborunk, az egyik az egyetemen, a másik a megyei kórházban. Nyilván folyamatosan kell megújítani az eszközöket, karbantartani az eszközöket, de mind a két helyen nagyon komoly az eszközpark, és ezt megpróbálnánk együtt gondolkozni, kitalálni akár olyan közös programokat, olyan képzési programokat, amely együtt tudnánk akár a tanulókat vagy a kollégáinkat irányítani a két labor között. Ezen kell dolgozni, ebben vannak ötleteink, elképzeléseink. Ez az egyik része a dolognak. A másik, ami a mi skill laborunkat, készségfejlesztési laborunkat illeti, nekünk is meg kell találjuk a mindennapokban a helyét, mert ez egy nagyszerű program, ami megvalósult. Azért egyedi Európában, mert ez a 12 labor egy egységes hálózatot képez. Kiképzésre kerültek az oktatók, elkészültek a metodikai anyagok, leszállításra kerültek az eszközök, és most kezdődött el a fenntartási fázist, ahol már fönn kell tartani, és megtalálva a helyét kell működtetnünk ezeket a laboratóriumokat, és minden tapasztalat, minden együttműködési szándék ilyenkor nagyon sokat jelent. Az is elképzelhető, hogy bizonyos szakmában, vagy akár minden szakmában ön főigazgatóként kéri is mondjuk a kollégáit, hogy egy bizonyos időt töltsenek el ebben a skill laborban, tehát hogy folyamatosan fejlődjenek ők is? Abszolút, ez lehet egy járható út. Nagyon sok helyen, ahol már nagy tapasztalat van, Magyarországon ez főleg az egyetemi centrumok, de a szerte a világban integrálták a skill laborban való gyakorlást, képzés, mert a skill laborban is van egy elméleti képzés, amelyhez csatlakozik egy gyakorlati képzés, integrálták részben az egyetemi oktatási programokba, illetve integrálták a szakorvos képzés részévé tették ezeket a gyakorlatokat kötelező jelleggel. Magyarországon is már vannak olyan szakmák, akár az én szakmámat, ha mondom, az anesteziológia intenzív terápia, ahol kötelező skill labor gyakorlatok is vannak a szakvizsga előtt, és elképzelhető, hogy nálunk is majd kitaláljuk a formáját, hogy minden rezidens, szakgyakorlatos, aki az intézményünkben dolgozik, hol és mennyi időt kell majd, hogy töltsön ebben a laborban. Az egészségtudományi karon ezek a képzések népszerűbbek lehetnek ezáltal, hogy van egy ilyen lehetőség, és tudom, hogy az ápolói szak egyébként is népszerű, de talán még népszerűbb lehet? Én azt gondolom, hogy igen.
csak abból gondolom elsősorban, hogy a mostani felsőbéves hallgatóink, akik még kimaradtak lényegében ebből a szimulációs oktatásból, nagyon érdeklődnek az oktatás iránt, és ők is kérnek, hogy menjünk be minél többször, és legyen minél több skill-laboros gyakorlatunk, és most majd lesz december 8-án nyílt nap is az egészségtudományi karon, és oda is szeretettel várjuk a középiskolásokat, az érdeklődőket, meg fogjuk mutatni a szimulációs labort is, nem csak a demonstrációs termeket, és én remélem, hogy felkeltjük az érdeklődésüket a szakma iránt. Ugye hiány szakmának számít szinte minden egészségügyi ágazat. Én a szülésznői szakmát emelném ki, hogy nagy a létszámhiány, de ugyanígy az ápolóknál is ugyanúgy létszámhiánnyal küzdünk. Egyfajta biztonságot is adhat, hogy úgy tudnak gyakorolni, hogy valóban tehát nem egy élő embernek a egészségi állapotát veszélyezteti valaki, hanem akkor egy ilyen helyzetbe tudnak. Egyrészt egy védett környezetben gyakorolnak, másrészt viszont már a hallgatóink is úgy mennek ki a kórházi gyakorlatra, hogy magabiztosabbnak érzik magukat, és a tudás, a képesség már készségszintre fejlődik ki, és már sokkal ügyesebbek lehetnek a gyakorlatban. Az elképzelhető, hogy a gyakorlás segítségével, tudom, hogy az orvos hiány is jelentős, az ápolói hiány is jelentős a kórházakban, legalábbis jó lenne, ha lenne még több orvos és még több ápoló, inkább talán így pontos. Igen. Szóval, hogy mondjam, vonzóbbá teheti a pályát? Hát ez is lehet egy eszköz ezen az úton, amit ön is említ, hiszen a helyzet rendkívül komplex. Önmaga ez természetesen kevés, de ha ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy ott egy, akár az intézményünkben egy magasan felszerelt, európai szintű oktatás zajlik, a reális, valós gép és műszerpark nagyon jó az intézményben. Eddig ez egy picit úgy hiányzott, ha bár az intézményben is több évtizedes hagyománya van az ilyen jellegű oktatásnak, ami egy oktatási stúdióként indult, ahol az újraélesztést kezdtük el oktatni, amikor az első úgynevezett babát beszereztük a kollégáinknak, aztán ezt kivittük a lakosság felé, és a mai napig laikusoknak is folytatjuk az intézményünkben az ilyen jellegű újraélesztési képzést, de ez már egy teljesen más fajsúly, ez egy teljesen más kvalitás, ez egy teljesen más labor. Nekünk is meg kell tanulnunk, mert annyira modell és annyira sok mindent tudnak a gépek, eszközökén szívultrangot végzek, hát itt olyan programok vannak, amelyek hihetetlenek, amik a valós életben szinte nagyon ritkán találkozik az ember olyannal, amit itt valóságban tudsz gyakorolni, és mutatja a készülék, hogy mit látsz, azaz mindenképpen ez is egy eszköz a kezünkben, amelyel azt tudjuk mutatni kollégáinknak, ápolóinknak, szülésznőinknek, hogy igen, ma már itt van, ez Nyíregyházán is elérhető, és aki kezdi a képzését az egyetemen, folytatja nálunk az gyakorlati képzését, az életben tud a betegek mellett dolgozni, de mellette ezekben a laboratóriumokban is tudja magát folyamatosan fejleszteni. Itt a visszajelzés úgy kell elképzelni, mondjuk az ember csak filmekben látott például a repülő pilóták, ugye ott is van szimulációs rendszer, ott gyakorlatilag mintha repülnének olyan. Abszolút. Itt is a visszajelzés, a beteg teljes élethű, megjajdul, élethű, vagy ki... Akár a beteg is, a monitoron a valós helyzet látható, műtéteket lehet végezni, ugyanúgy, mint egy epe műtétet, ahol egy élő betegen ugyanazokat a technikákat alkalmaz, ugyanaz az eszközpark áll rendelkezésre. Egy ultrahang, ugye szó volt a szülészeti alkalmazásról, nagyon élethű a helyzet. És akkor a Nyíregyházi Központban ugye a többi kórházból is jönnek be szakemberek, ugyanúgy gyakorolhatnak, de maga a labor itt van. Igen, a megyében ugye az egyetemen van egy labor, illetve a mi intézményünkben, az egészségügyi intézményben ez az egy labor van, amit nyilván az SSBNK-t a kórházain belül mindenki használja. Most dolgozunk azon, mivel ez most érkeztek nemrég az utolsó készülékek, felállt most már egy oktatói csapat, ezeket is bővítjük. Magunknak kell kialakítanunk ezeket a programokat, hogy hogyan, milyen ütemben, milyen rendszer szintűen, hogy fogjuk majd ezt használni. Ez egy jelenleg zajló folyamat. Ugye a képzésben ez egy jelentős lépés előre, mondhatni olyan, mintha a duális képzésben, tehát a gyakorlati óráknak a száma az megnövekedne. Ezáltal változtatni kell a képzés struktúráján is, vagy az olyan, mint eddig volt, csak sokkal több a gyakorlati óra? A kurikulumon is változtattunk, tehát beépítettük egyrészt, hát kétféleképpen, egyrészt az eddig meglévő tantárgyakba gyakorlati óra számot növeltünk, és oda beépítettük a szimulációs oktatást, és új tantárgyakat is hoztunk létre. Hát többek között olyat, ami kifejezetten a szülésznőknek szól, kifejezetten az oxiológia,
a szülészetben, tehát ez már a mentőtiszteknek szól, illetve az egészségügyi ügyvitelszervezők is egy új tantárgyként tanulhatják a szenárióírást, a programozást. Tehát beépítettük a kurikulumban részben, és részben pedig új tantárgyakat is, ezzel növeltük is a gyakorlati óráknak a számát. Akkor bizonyára majd növekedni fog a képessége és a tudása is a végzős hallgatóknak. Mindenképpen, és itt hangsúlyoznám, hogy ugye a képesség már készségé fejlődik, tehát ez egy magasabb szintű, és itt már skillekről, tehát készségekről beszélünk. Mennyire tud a megyei kórház, vagy megyei kórházak támaszkodni az egészségtudományi kar hallgatóira? Milyen szoros a kapcsolat? Van-e olyan oda-vissza kapcsolat, hogy például a kórház jelzi, hogy jó lenne ilyen szakember egy kicsit talán több, akkor egy ilyen erősítik azt a képzést a karon, ha már ugye egy városban vagy egy megyében működik a két intézmény? Igen, hát nagyon jó a kapcsolat, azt tudom mondani, a két intézmény között, de mindenképpen dolgoznunk kell rajta, hogy még szorosabbá tegyük. Ugye az egyetemen is az egészségtudományokon komoly átalakítások zajlottak, mi ezt nagy figyelemmel kísértük és kísérjük, nagyon örülünk ezeknek a folyamatoknak, amik elindultak. Hát nagyon sokan, ugye szó volt már róla, szülésznők, mentőtisztek, ápolók, a mi dolgozóink is itt fejezték be a tudományaikat, itt tanulnak jelenleg. Nagyon sok orvos kollégánk oktat az én szakmámba és minden szakmába az egyetemen, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy napi szoros kapcsolat, amit akár most a skill laborok kapcsán ezen a vonalon is tovább szeretnénk erősíteni, és természetesen mi biztosítunk gyakorlóhelyet bárhol az egyetemen tanulóknak. Úgyhogy szerintem jó a kapcsolat, de tovább kell menjünk ezen az úton, és még szorosabbá kell tegyük. És a konferenciára mennyire volt nagy az érdeklődés? Hallottam, hogy a hallgatók azok érdeklődtek, a már praktizáló orvosok, ha volt idejük, részt tudtak-e ezeken menni? Igen, én ugye ez volt az első konferencia, az első az nem egyszerű, ez egy országos rendezvény volt. Úgyhogy jelenlévők száma, nem tudom pontosan mennyien voltak, de azért ez nagyon szép szám az első alkalommal, az ország minden részéről itt voltak, Szeged, Pécs, Budapest, és ahogy el is hangzott, mindenki beszámolt a kezdeti tapasztalatairól. Én nagyon élveztem, és szerintem magas volt a szakmai színvonal, és megyünk tovább, és reméljük, hogy a következő évben már mindannyian be tudjunk számolni, mind a 11 néhány hely, ahol ezek a laborok most elkezdték az aktív működésüket, hogy hová jutottunk, és ugyanúgy meg tudjuk majd osztani egymás között a nehézségeinket, a fenntartás problémáit, a finanszírozhatóság problémáit, az oktatás nehézségeit, a számonkérés problémáit. Azért sok-sok a kérdés, mivel ebben nincs még ilyen jellegű tapasztalata nagyon sok intézménynek. Vannak magyar és nemzetközi tapasztalatok, ezekből tanulunk, ezeket próbáljuk átvenni, de nyilván teljesen más, amikor már saját gyakorlati tapasztalattal is rendelkezünk ezen a téren. Mi az a több évtizedes oktatói stúdió tapasztalatunkra tudunk hagyatkozni, de azt tovább kell fejlesszük. Az egészségtudományi kar mit vár ettől a hosszú távon, ettől a beruházástól, ettől a fejlesztéstől? Mi azt várjuk, hogy az oktatás színvonala lényegében emelkedni fog, és hogy a hallgatói létszám is növekedni fog, vonzóbbá válik a pálya az egészségügyi dolgozók számára, illetve mi szeretnénk részt venni az egészségügyi dolgozóknak a továbbképzésében is, tehát nem csak az alapképzésben, hanem a már végzett dolgozók is visszajönnek hozzánk, és szakmacsoportos továbbképzéseket például nálunk is tudják majd teljesíteni. Az, hogy átalakult egészségtudományi karrá, és igen, több korábbi terület egy irányítás alá került, ezzel erősödött gyakorlatilag. Erősödtünk mindenképpen, igen. Hát még számomra is egy picit szokatlan, és sokszor még ugye a régi kifejezést használom, de már egészségtudományi karként működünk, és így már igaz, hogy nem nyíregyházi telephelyjel működnek karok, de hozzánk tartoznak ők is, és lényegében így erősödött az egészségtudományi kar. Van-e még esetleg olyan képzés típus, ami a hosszabb távon terveznek bevezetni, vagy elindítani, vagy ezek azok az alappillérek, az ápoló, szülésznő, mentőtiszt, amit tovább erősítenének? Egyelőre ezek az alappillérek, az angol nyelvű képzés az, ami iránt a nemzetközi érdeklődés nagy, és a jövőben a szülésznő angol nyelvű képzést is felvetődött, hogy érdemes lenne elindítani, illetve a szülésznő MSC képzés iránt nagy az érdeklődés a szakmában dolgozó, már végzett hallgatóink részéről. Tehát az, hogy ezek még csak tervek. Aha.
Jó. Kórházra áttérve, talán már kicsit nem is a szimulációs konferenciával kapcsolatosan, de nyilvánvalóan, ahogy megyünk bele az őszbe, a télbe, gondolom, hogy egyre több a beteg, egyre többen kérnek segítséget önöktől. Van most valami, mindig megkérdezem főigazgató úrtól, hiszen például a vírusok tekintetében is napra kész információkkal rendelkezik, hogy hogyan állunk most, bírják a nehézségeket? Köszönöm szépen a kérdést, hál' Istennek igen, semmilyen extra szituáció, extra nyomás nem áll jelenleg fel, ami bármilyen szinten az egészségügyi ellátórendszert megingatná. Ahogyan tette, itt az ősz, jönnek a hidegek, megemelkedett a vírusos fertőzésben szenvedők száma, de ezeknek a betegeknek a többsége nem terheli le a fekvő beteg ellátórendszert. A Covid itt volt, itt van velünk, jelen van, de szintén nem lehet azt mondani, hogy nagy nyomást jelentene. Az is örömteli, hogy sokat szelidült a vírus, hogy úgy mondjam, sokkal kevesebb már a légúti tünet, és nagyon gyakran igazából mellékleletként szűrjük ki, hogy pozitívak a betegek, akik nem a COVID-fertőzés miatt, hanem az egyéb meglévő bajuk, szív- és érrendszeri betegségeik, daganatok, gyomorbérrendszeri betegségek miatt kerülnek kórházba, és így egy véletlenszerűen kerülnek kiszűrésre ezek a COVID-tesztek által a pozitivitások. Úgyhogy alapvetően azt tudom mondani, a rendszer működik, tesszük a dolgunkat, sok a beteg, de bírjuk a terhelést, és mindenkit megnyugtatok, hogy mindenki, ha bajba perül, megkapja magas színvonalú ellátást intézményeinkben. Azt olvastam, hogy a COVID-ambulancia új helyre költözött. Igen, ugye az elmúlt hónapokban, amióta a betegszám csökkent, a sürgősségi osztályon láttuk el a COVID pozitív vagy COVID gyanús beérkező betegeket. Ez sajnos egy olyan változást kellett hoznunk, hogy a sürgősségi osztály előtere, ahol egyébként a hozzátartozók várakoznak egyebekben, ezt átalakítottuk egy olyan COVID jellegű ellátóhelyé, és azért a hozzátartozóknak akár az ajtón kívül kellett várakoznia. Természetesen ezt a hideg, a tél közelettével már nem akartuk, és nem is fogjuk fenntartani, ezért visszaköltöztettük a COVID ambulanciát a korábbi helyére, a COVID tömnek a harmadik emeletére, ahol hónapokon, éveken át működött. Nagyon fontos, hogy aki itt a COVID ambulancián, azokat a betegeket látjuk el, akik vagy spontán jelentkeznek, vagy a mentő szállítja, de akik már igazolt pozitívak, akár gyors teszt, vagy PCR által, akinek csak COVID gyanús, vagy légúti tünetei vannak, továbbra is a sürgősségi osztályunkon kell, hogy jelentkezzenek. Főigazgató, köszönöm szépen, hogy elfogadta. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljött, és abban bízom, hogy akkor jövőre újra ilyen témában, már a szimulációs konferencia témájában vendégül láthatjuk önöket. Köszönöm, itt voltak. Köszönjük szépen a megkérdést. Kicsit más témával, de nem sokkal más a témával folytatjuk, maradjunk az egészségügyi témánál. Tudták-e, hogy az év háziorvosa Tiszadobon rendel? Dr. Szerényi Nikolett nemrég vehette át a prevenciós gyakorlatáért megítélt magas kitüntetést. Karab Zoltán kereste fel Tiszadobon a doktornőt. Így néz ki az év házi orvosa érdemérem, amelyhez egy oklevél is járt dr. Szerényi Nikolettának. Az országos versenyben közel 100 házi orvos pályázatát bírálta el a szakmai zsűri több kategóriában. A zsűri döntése értelmében az év legjobb prevenciós gyakorlatát Tiszadobon valósították meg. Nem a páciensek neveztek erre a díjra, hanem erre pályázni lehetett. És mivel, hogy én 2018 óta itt dolgozom, és az elmúlt 4 év alatt nagyon sok munkát végeztünk a prevencióban, így úgy gondoltam, hogy szeretnék pályázni erre, és egy szakmai zsűri döntötte el, akik közül sokan ugye a kamarának a tagjai voltak, ugye a kamarának az elnöke, a kollégiumi elnök, többen voltak a zsűri tagjai között, és ők döntötték el. Körülbelül 90 pályázó volt, és akkor ebből választottak ki kategóriánként egy-egy orvost, aki kapott egy ilyen díjat. Egy pályamunkát kellett beadni, annak voltak bizonyos keretei, és ennek kapcsán adták át a díjat. Tehát inkább érdemérem, tehát ez is a megnevezése. Az lehetett egy hónap, de lehetett 15 év is akár. Az, hogy a betegek úgy gondolják, hogy csak akkor kell orvoshoz jönni, amikor betegek, ez ugye ez olyan szempontból rossz, hogy pont a prevenció az, ami nagyon fontos, hiszen itt korai stádiumban szeretnénk betegségeket kiszűrni, ezáltal korai stádiumban kezelni ezeket a betegeket. Sőt, van olyan betegünk, akik korai stádiumú kezelést kaptak, és ezáltal nem alakult ki, vagy nem alakultak ki a szövődmények, sőt, meg is szűnt a betegség. És ezért ez egy nagyon rossz koncepció, hogy csak akkor keresik fel a rendelőt, kvázi bennünket, hogyha betegek. Mi azt szeretnénk, hogyha a prevencióban vennének részt,
De 2019-ben volt egy nagyobb szabású prevenciós akciónk, akkor nagyon sokan jöttek el. Szerényi Nikoletta 2018-ban kezdte meg házi orvosi praxisát Tiszadobon, és kezdettől fogva igyekezett bővíteni az egészségügyi szolgáltatásokat a különböző előszűrésektől a pszichológiai segítségnyújtásig. Itt olyan betegségeket is szűrtünk, amit eddig nem. Tehát eddig a kardiovaszkuláris szűrés, a cukorbetegség, a koleszterin, ezeket szűrték, és akkor amit mi még megcsináltunk, az a demencia szűrés volt, ami szerintem nagyon fontos. Pont az a lényege, hogy korai stádiumban fedezzük fel, amikor még a betegnek nem tűnik fel, még a környezetének sem tűnik fel, de azért vannak rá bizonyos olyan vizsgálatok, akár könnyű tesztek vagy kérdőívek, ami kapcsán azért ez a betegség előtérbe kerülhet, és ha akkor abban a stádiumban kezeljük, akkor ki sem fog alakulni. A légzés funkció, itt ugye spirométerrel történtek ilyen típusú vizsgálatok, érszűkületmérés, ilyen eszközünk is van, azt is csináltuk, depresszió szűrés, ez is fontos, és amit mi még véghez vittünk, az a dependenciáknak a foglalkozása, tehát a dohányzás, illetve az alkohol program. Itt is volt, egy pszichológus dolgozott az itt élőkkel. Dr. Szerényi Nikoletta nem olyan háziorvos, aki hipohondernek bélyegzi azokat, akik komolyabb panasz nélkül is felkeresik őt, épp ellenkezőleg. Nem, mi el szoktuk őket kapni, hogy oké, akkor most ha bejött, akkor csináljunk meg mindent. Hiszen van olyan beteg, akinek 10 éve nem volt laborja, vagy nem látta orvos, vagy mondjuk vérnyomás sem értek neki. Nem azért, mert nem végzik el máshol, mert nem jár el orvos, mert úgy gondolja, hogy ő nem beteg, hogy neki nem lehet ilyen betegség, és utána kiderül, hogy de van sajnos, amit kezelni kell. És nekünk az a céljunk, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, illetve ugye a szövődményeket. Leginkább szekunder prevenciót végzünk, ez ugye másodlagos prevenció, a már kialakult betegséget szűrjük meg. De nekem az a célom, hogy elsődlegesen megelőzünk betegségeket, és ehhez viszont egészségnevelés kell, ami nem elegendő felnőtt korban, hanem már a gyermekeket kellene nevelni. Ezt ugye óvodában, iskolában meg kellene tenni. Vannak olyan iskolák, ahol szakkörök címén ugye működik. Itt például egy nagyon aranyos tanítónéni, aki első segít szokott a gyerekeknek gyakorolni, és szoktak is menni különböző versenyekre, sőt, ha jól tudom, akkor nyertek is versenyt, tehát például ilyenekkel. Hiszen akár egy első segéllyel a gyermekek mikor találkoznak, amikor a jogosítványt szeretnének megszerezni, az már 17-18. Életévük, de gyakorlatilag egy felnőttről beszélünk. De a gyerekek annyira cukik, és már óviskortól lehetne őket tanítani. Akár egy egészséges táplálkozás, mozgáskultúra, vagy általános iskolákban lázcsillapítás, fájdalomcsillapítás, ezeket a gyerekek nem tudják sajnos. Tehát innen el kellene kezdeni. Házi orvosként 2018-ba ide került. Ennek már most 4 éve. Mi volt a legnagyobb kihívás? Mi tűnt a legnagyobb kihívásnak? És így 4 év távlatában mi tűnik a legnagyobb sikernek? A kommunikáció volt a legnagyobb kihívás, én úgy gondolom. Szót érteni az itt élő betegekkel. Olyan kommunikációs csatornáknak a megnyitása, ami mindenki számára egy érthető és minden réteget átfed, illetve gondozatlan volt ez a terület. És akkor mi 19-ben elkezdtük a megelőző tevékenységünket, amivel én úgy gondolom, nagyon sok betegséget kiszűrtünk. Van egy közösségi, médiai szereplésünk, amit a nővérünk nagyon nagy előszeretettel szerkeszt, és ott a legtöbb tájékoztatást, a legtöbb újdonságot, javaslatot közé szoktunk tenni. Pandémia alatt különböző ilyen videókat szerkesztettünk, hogy mégis mit kellene csinálni, mi a helyes viselkedés, a maszk viselése, a COVID-oltás, milyen oltások vannak, mit lehet ezekről tudni, illetve szezon szerinti tájékoztatás, mondjuk egy kulancsveszély, mit is takar, mit kell figyelni, vagy egy szúnyogcsípés kapcsán mit kell csinálni. Tehát ezek bagatell dolgok, de valaki számára nem az, és valaki megijed ezektől.
Szerényi Nikoletta azt mondta, az elismeréssel járó mintegy 2 millió forintos támogatást új eszközök beszerzésére fordítják. További prevenciós eszköz szeretnénk belőle vásárolni. A településen nincs labor, tehát itt minden második héten szokott lenni laborvétel, és emiatt egy mini labort szeretnénk beszerezni. Többféle dolgot fogunk tudni vizsgálni, daganatos betegségeket szűrni, a férfiaknál, a nőknél is vastagbéldaganatot is akár, illetve ha akutan jön hozzánk be egy beteg egy mellkasi fájdalommal, akkor tudunk nézni olyan markert, ami esetleg alátámasztja azt, hogy szívinfarktus vagy pedig embólia van a háttérben. Spirométerünk is lesz, amivel légzésfunkciót fogunk tudni kivitelezni, hallásvizsgálatot fogunk tudni csinálni, illetve nagyobb számú vérnyomásmérőt fogunk kapni, amit a betegeknek ki fogunk tudni osztani, és ezáltal a kezelést fogjuk tudni követni, hiszen nem minden beteg tudja magának megengedni, hogy egy vérnyomásmérőt vásároljon magának. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Kálló Semjén polgármestere lesz a vendégünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!